Sziasztok, srácok, és üdvözlök mindenkit itt a House Flipper legújabb részében. Már viszonylag régen volt House Flipper a csatornán, ezért úgy gondoltam, hogy itt az ideje folytatni, és most feladatokat fogok megcsinálni, mert hogy ugye a ház, amit már felújítottam, gyakorlatilag kész, szóval most ugye megint gyűjtök pénzt. Na, azt mondja, játszótér és barbecue. Hát nézzük meg. A lányom olyan gyorsan nő, és olyan kíváncsi a világra. Szeretnék a kertben egy játszóteret kialakítani neki. Na hát ezt már én is csináltam ugye a saját kertemben, vagy hát ilyen sportrész. Végül is, azzal egybekötve. Na mindegy. Úgy gondolom, hogy egy hinta, egy homokozó és egy rugós játék megfelelő lenne. Ha már belefogsz a kertbe, akkor jó lenne, ha el tudnád ültetni a bokrokat is. A feleségem rengeteget vásárolt. Már kibővítettük a teraszt, de még üresen áll. Szuper lenne egy lugas, egy grill és egy nagy asztal a család számára. Ó, és a legfontosabb, légy szíves, távolítsd el az összes csalánt. Nem szeretném, hogy a kis drágaságomnak baja essen. Amúgy a csalán csípés az elvileg jót tesz. Egyébként képzeljétek el, hogy hát még nagyon-nagyon régen, gyerekkoromban voltam egy olyan táborban, ahol megtanították azt nekünk, hogy hogyan együk úgy a csalánt, még egyszer mondom, hogy ne csípjen meg ne legyen bajunk. És tényleg megettük. Szóval elég durva volt. Na mindegy, visszatérve erre, itt kiszedem ugye a csalánokat, kicsit kigazolom őket. És itt egyébként is látom a mini térképen, mert hogy már ilyen menőre van fejlesztve ez az egész, hogy hol van pontosan csalám, a ilyen kis feketével jelzi. Látjátok itt fent jobbra, mindjárt el is tűnt. Amúgy én nem sokat látok egyébként, úristen, itt rengeteg van, mert a softbox annyira durván szétvilágítja a fejemet, hogy gyakorlatilag itt a másik részen kell néznem. Nem tudom, miért nem látom, mert ugye nekem kettő monitorom van, és akkor az egyiken mindig figyelem a felvétel. Na, itt kell, hogy legyen még. Aha, és még itt. Itt van. Jó, ez itt kiszedve, és jó, oké. Ez így nagyon vicces. Jó, megvolt. Itt még van jó sok. Csak azon a részen volt meg. Becsapós volt. Jó. Na most vagyok meg teljesen ezzel, nem? Igen. Jó, akkor menjünk ide-vissza. És akkor itt van egy növény. És ezt kell elültetni. Ugye ez a bokor, gondolom. A felesége bokra. Betemetjük szépen. Ja, megöntözzük. És kész. És kész. Akkor mindegyiknek megvan a helye. Na, jól van akkor. Na hát ez itt teljesen rendben van. Kész betemetjük, és mehet a locsi. Ennek is itt van a helye. Ó, gyerekek, hát akkor nem is kell gyakorlatilag semmit csinálnom. Most hát az előbb letűszoktam és kivágtam, szóval gyakorlatilag nem kell semmit sem csinálnom. Na hát ez vicces volt. Oké, ez is itt van. Ez amúgy annyira nem is vészesen sok. Már mondjuk eléggé kevés százalékot mutat az állapotból, kész lenne. Ez nem, ez már van ültetve, jó van akkor. Mindegy. Akkor részemről lendben van. Betemetjük, megöntözzük, és kész ez is. És akkor ugye most jön a még rosszabb. Fű lenyírása. Húha, oké. Jó, és akkor... Jó, most nyírom is. Olyan rég nyírtam már itt füvet a House Flipperben, hogy hirtelen is felejtettem, hogy most mi van. Ó, várjatok! Nem nyírok semmit. Jó, ide be, rükvert. Jaj! Még egy kicsi. Jaj, megint más irányba megyek, na mindegy. Oké. És még itt ez a kis rész. Na, meg vagyunk. Meg vagyunk. Hoppa, itt volt egy virág. Kész, lenyírtam. Oké. Okay. Jaj. És ez micsoda? Mi ez az egyetlen egy virágocska itt? Na mindegy. Lenyírtam a füvet. Fa gyerekhinta elhelyezés. Akkor itt. Mondjuk milyen színű legyen. Legyen teljesen fekete. Ez legyen fehér. És ez mi? Ja, ez a hinta? Vörös tölgyfa legyen ez. Ez meg ilyen. Jó. Oké. Okay. Na. Shift-el. Most így merre néz, vagy nem tudom, hogy hova helyezzem. Így. Tessék, ez így jó, nem?
És kettő kell? Ja nem, össze kell szerelni. Ezt a tetejére. Ennyi. Kész is. Oké, fa rúgós játék. Na ez a következő. Nem, nem ez. Bocsánat, bocsánat. Ez a következő. Ebből is legyen inkább egy ilyen színesen változott. Ó, ezeket de szerettem régen. Jó nagyot is esztem róla. Mi van velem? Nem tudok beszélni, bocsánat. Na, azt mondja, mi a következő. Homokozó. Ez is legyen inkább ilyen sötét színű. Jó, és kis cseresznye fa. És ezt hova ültessem? Ide valahova ültessem? Hát akkor legyen mondjuk itt. Most ezzel nem nagyon fogok gondolkodni. Oké. Mehet az ültetés, lehet a betemetés. Előbb kijelezte. Jó, és akkor a locsolás. Na de ezután hol kell dolgoznom majd? Játszótér kész. Kell egy mokólugas. Pontosabban kettő. És azt hogy helyezzük el? Egy. Meg így mellé még egy. És ide raknánk. Hát jó lesz ez így. Oké. És jaj. És akkor mi kell még? Na nézd meg, bolt, feladatok. Barbecue. Haha. Ellipszis napozó ágy. Szürke, fehér. Szürke. Tökéletes. Ide. Mennyi kell belőle? Most ide nem is kell napozó ágy? Vagy ez most így nem értem? Vagy már ez akkor elfogadta? Oké. Ide mondjuk egy asztal. Jó, hát most már befejezem. És ebből 6 szék. Jó. Oh. 1, 2. Ajaj. 3, 4, 5. Jaj, és oda a 6. Hú, ez... Jól kicentiztem, 6, és akkor a grill, hát a lényeg, hát persze, az pedig mondjuk ide, a bokorra. Kész, munka befejez... Na várjatok, nem, itt még biztos van valami, nem? Aha, ide kell még. Asztal és kanapé. Ez is egy ilyen szürke. Ez mi? Ez az asztal? Jó, gondolom ez az asztal, és ez a kanapé. Jó. Így. Tökéletes? Kanapé. Még egy kanapé? Még egy kanapé kell. Nézd oda. Ezt is megvásároljuk. Így. Kész a munka. Befejeztük. $5,960 és a munka 100%-át teljesítettem. Büszke vagyok magamra. Oké, hát akkor jöjjön még egy feladat. Szerintem az bőven belefér. Méghozzá valami egyszerűbbet szerintem. Még egy fal. Jó napot kívánok! Szükségem lenne egy kis módosításra a 2 szobás házamban. A lányom már 3 éves, és szerintem itt az idő, hogy saját szobát kapjon. Kérem, ossza ketté a hálószobát. Mindkét helységnek kell, hogy legyen ajtaja a közlekedőbe. A lányom szobájában legyen egy új ágy, a régi gyerek ágyat eladhatja. Köszönette, Sarkadi Tamás. Imádom ezeket a fordításokat. Ja, hogy így. Hogy egybe volt. Értem. Oké, oké, szuper. No, akkor menjünk is be, bár én szerintem itt a kertre is azért kitalálnék valamit. De jó ez a nappali konyhás nappali, szóval, hogy ez nagyon jól néz ki. Azt a mindenit. Ezt azért elfogadnám. Jó, mondjuk lehetne máshogy is berendezni, mert igazából ez úgy néz neki nagyon jó, hogy itt lenne egy nagy tévés, hogyha lehetne játszani, meg PS-ezni, és a konyha valahogy mondjuk itt lenne, csak hogy ott vannak az ajtók, szóval, ja, de amúgy így is nagyon jó, nem akarok itt beszólni, ez mi? Oké, ez egy nagyon kicsi szoba volt. Hú, aha, és akkor ezt kell lebontani. Értem. Mondjuk az elejétől fogva kezdhették volna úgy, hogy ezt a kis helységet nem építik fel, mert ez így elég furi. Konkrétan az volt a, nem tudom, mi lehetett az? Talán ilyen raktár, vagy ilyen spejz helység lehetett? Amúgy erről a spejz dologról jut eszembe, hogy ti hogyan szoktátok ejteni, mert én világéletemben spejznek mondtam, de van, aki azt mondja, hogy kamra, hát igen, nemes egyszerűséggel, valaki meg azt, hogy spájz, és hogy nálatok például hogy volt szokás mondani, vagy hogy szokás még mindig mondani. De több kíváncsi vagyok, írjátok meg. Szóval, hogy ilyen érdekes dolog. Igen, ez mindig is érdekelt, na.
kész vagyok, sikerült lebontanom a falat, és akkor elvileg pont ide kell rakni, ahol ez a piros jelzés van, az újat. Jó, akkor fal. Gondolom így, nem? Aha, jó helyre építettem. És amúgy többet is lehet. Ja, egyszerre nem. Csak egyet enged, pedig amúgy ez tök jó fejlesztés lenne, hogyha többet is engedne. És akkor a rácsos babaágy eltávolítása. El tudjuk adni, jó, és egy személyes ágy. Na de azt hova rakjuk? Szerintem az valahova ide kéne. Jó, itt van bizony. Fehér. Hát, még lehetne kék, nem? Ó, ez cuki. És milyen színű legyen? Itt ilyen barnák vannak amúgy, barna bútorok. Ez is barna. Na, jó lesz ez, nem? Így. Kész, munka befejezése. Na de várjatok, itt biztos kell valamit még csinálni, nem? Hálószoba kész. Nappali javítás, elektromos ajzat. Hát azért azt megjavítom. És akkor lesz ugye 100%-os szerintem a munka. Egyébként kérdeztem tőletek, hogy ez tényleg így kell leszerelni, hogy be kell csavarozni a vezetéket, és hogy ez nem veszélyese, és írtátok, hogy igen. És hogy tényleg így kell csinálni, és ez tök baromi szerintem. Hol a másik? Ó, jaj, ne, mögötte van. Ja nem, itt van fent, jó. Már kezdtem volna elpakolni az egészet, nem jártam volna jól. És kész is, az utolsó csavart is becsavartam, és kész a munka. Bár mondjuk azért megkértett volna arra, hogy lefessem a falat, mert ez így eléggé trehány munka. Nem szeretek trehány munkát kiadni a kezeim közül, de hát ez van. Nyomok is egy entert, és ezzel 4207 dollárt sikerült keresnem, ami nagyon jó, mert így összességében szinte... Hát 9000 valamennyit kerestem, ami nagyon király. Vagy 10? Hát, hogy 10 is összejött, mindegy, nem emlékszem a pontos számokra. De most van 84000 dollárom. Az királyság, még azért annyit megnéznék, hogy 84000-ért mit lehet venni. Mi az a virág itt amúgy? Nézzük meg, hogy milyen házba tudnánk átköltözni, bár nem szívesen költöznék. Azt a mindenit. Van egy ilyen, hogy teknőc ház. Na jó, hát ezt ki kéne próbálnom. Milyen házak vannak, te jó ég. Mi is a Holdra is le? Ház a Holdon, hagyjál már! Meg egy várba is. Na jó, meghalok, hát ezek nagyon jók. Én szerintem ez lenne a teknőc háza következő, mert ez baromi jó helyen van. Remélem, hogy a helyszín is tényleg azzal együtt változik. De ez a Hacker Loft is nagyon menő néz ki. Na de ez a teknőc háza a következő, mert ez nagyon-nagyon tetszik. Na jól van, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ismételten egy Housekeeper videóban. Remélem, hogy tetszett nektek a következő részekben. Folytatom, és lehetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!